A január végi hatalmas szélvihar a mezőgazdaság terén a fóliás kertészetekben okozta a legnagyobb károkat. Mint az Agrárminisztérium által kiadott közleményben is szerepelt, a tárca megkezdte annak vizsgálatát, hogy költségvetési átcsoportosítás révén milyen módon lehetne rendkívüli, közvetlen támogatási lehetőséget biztosítani a kárt szenvedett vállalkozóknak. Ezzel egy időben a minisztérium felkérte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamerát, hogy a falu gazdászok bevonásával segítsék a gazdálkodók kárfelmérését. Itt szeretném fölhívni a gazdálkodó figyelmét, hogy amennyiben történt keresmény, keres éppen falu mert hogy a tapasztalataink alapján komoly segítséget tudunk nyújtani ezen területen is. Ahhoz, hogy valakinek, hogyha bekövetkezett bármilyen káreseménye kár a viarkára folyamán, hogy első lépésként a Magyar Államkincstárral tudjuk felvenni a kapcsolatot, a gazdálkodónak szüksége van rá, hogy természetesen segítünk hogyha nem tudja oldani, akkor a márnak van egy ilyen elektronikus oldala, ahol fel tudja keresni az államkincstárat, és a kárnyítés alapba be tudja jelenteni a kárát. Botos Ferenc azt is hozzátette, nagyon fontos, hogy a kárbejelentés a veszteség elszenvedésétől számított 15 napon belül a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén be legyen jelentve. Van egy másik, ami tulajdonképpen egy új... Egy új Kockázatkezelési lehetőség a gazdálkodók részére, és itt szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a tavalyi évben egy új innovatív rendszer, ami egy kézibiztosítási alapot jelent. Itt az ügyfeleknek vagy a gazdálkodóknak nem csak arra van lehetőségük, hogy a növényi kultúrában elszenvedett károkat tudják kompenzálni illetve tudjanak kertérítést kérni, hanem az előállított képek szerkezeti berendezésekbe is tudnak egyfajta segítségnyújtást kérni ezzel a krizis biztosítása alappal. Nem saját hibából bekövetkező kára van, ami a jövedelmeben jelentkezik, akkor ez a krizis biztosítása alap erre nyújt segítséget. Egész pontosan, hogyha egy adott éven belül a jövedelme 30%-kal csökken, akkor ennek a 30%-nak, tehát meghagyjuk a 30%-ot, akkor ennek a kompenzáció nagyjából olyan közel 70 lehet. Ezt a kettőt, hogy amit az államkincstárnál, a kárnyertése alapnál bejelent ügyfél kárként, illetve a kézisbiztosítási alapot veszük figyelembe, akkor azt kell mondanom, hogy nem azt mondom, hogy teljes mértékben meg tudja oldani a problémáját, viszont a a harmadik eleme, amivel ezt tudja mi kompenzálni, az az üzleti biztosítás. Hogyha ezt, ezt a három elemet veszem figyelembe, akkor a, a, a gazdálkodóknak lehetőségük van arra, hogy a lehető legtöbbet hozzák, és a legoptimálisabb szinten hozzák a kár, megszabadott kárjukat. Tolna megyében 11 kár esetről tettek bejelentést, ezeknek a túlnyomott többsége a fóliás termesztéssel foglalkozó gazdáktól érkezett nem volt jellemző eddig, hogy például ilyen jellegű vihar legyen télvíz és olyan is, bekövetkezett, ami jelzés érdekű. hogy szeretném felhívni a gazdálkodó figyelmét arra, hogy vegyék fel a falu a kapcsolatot, mert azon felül, hogy ügyintézésben tudnak segíteni, üzleti biztosításokban is tudnak segíteni, és a legjobb ajánlatokat tudják nyújtani annak érdekében, hogy pénzügyileg, illetve a pénzügyi tervezésükben lehető legjobban tudjanak tervezni közép és hosszú Nagyon fontos az, hogy Ö, nagyjából a gazdálkodók 10-15%-a vesz igénybe ezt a lehetőséget, ezeket a lehetőségeket. Én biztatnám őket, hogy kezdjenek ezzel komolyan foglalkozni és gondolkodni, mert valóban jelentősen meg tudják oldani a pénzügyi és krízis helyzeteket ezek az alapok, ha valaki tervszerűen megtervezve építi fel a vállalkozását. Tavasztól szeptemberig tartó időszakban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának van egy egyedülálló rendszere, ami a jégkár enyhítése szolgál, viszont a téli viharok okozta pusztításokra nem igen lehet felkészülni. Ezért minden gazdálkodó számára javasolt megfontolni a mezőgazdasági biztonsági háló újabb eleméhez történő csatlakozás lehetőségét, amit idén február 1 és 28 között tudnak megtenni.